A Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Kardos József, az Újpest egykori 33-szoros válogatott labdarúgója. Ám ezúttal rendhagyó módon nem csak én fogom faggatni, kérdezni Kardos Jóskát, aki ugye túl van már egy szívütéten és egy újabb kisebb szívbetegségen. Mellettem ül az Újpest egykori labdarúgója, Jurácsik Mátyás is, aki néhány keresetlen kérdéssel majd meg fogja támadni Kardos Jóskát, hogy egy kicsit passzolgassunk. Át is adom a labdát, a szót Matyinak. Szervusz! Szervusztok, sportosat kívánok én is. Hát ugye egész különleges alkalom ez számomra, és először fogok kérdéseket feltenni valakinek, aminek nagyon örülök, hogy pont azt kell mondanom, hogy talán még gyerekkori barátok is vagyunk Józsival, mert elég korán kezdtünk el együtt játszani. Az első kérdésem nekem is az lenne, Józsikám, egészségileg mi újság van veled, hogy vagy? Ezt szeretné gondolni. Mert ugye hát a hírek arról szóltak, hogy két hete megint kórházba feküdtél. Igen, újra elzáródott egy ér a bypass műtét után, és katéterrel rendbetették a dolgot, egy ilyen balonon keresztül kitágították. Ez csak egy kétnapos dolog volt, úgy érzem, jó sikerült, úgyhogy rendben vagyok és dolgozom. Kell még ilyentől tartani? Tehát ez, erre nem kell még számítani, vagy most már... Más dolgom van még, más gondom. A magas vérnyomás, ami volt régen, tönkretette a vesémet is, úgyhogy vesekezelésre kell járnom. Na, hát akkor van. Persze. De jól tudom, és látszik is rajta, azért nem álltál le, dolgozol továbbra is. Most hol vagy, hol dolgozol, honnan jöttél? Szent Pál Akadémián dolgozom, két korosztályomban. Tanítok a Bornemisza Péter általános és gimnáziumban, művészeti és sporttagozatos gimnáziumban. Szövetségi ellenőr vagyok, és a magyar öreg fiúk válogatottat szoktam utaztatni, hogyha van fölkérés, akkor megyünk. Matyi, mit szólsz hozzá, egykori fiatal barátod, társad? Ezt az utat futotta be most. Jó helyen van ő? De én remélem, hogy jó helyen van. Sőt, én úgy érzem, hogy jó helyen van, mert a Józsit lassan vissza kell rángatni újra az életbe, mert egy kicsit hajlamos arra, hogy elbújik az emberek elől, ami nem túl jó, ezt éreztük mi is a baráti körrel, de most már úgy látom, hogy egészségileg azért csak jobban vagy, Józsi, és mivel, hogy tréningruhába jöttél, azért mondd már el nekünk, hogy miért. Igen, elnézést kérek, nem szoktam így mászkálni, de edzést vezettem, és testnevelési órák voltak az iskolában, úgyhogy azért vagyok most melegítve. És Kardos Józsi, el tudná azt képzelni, hogyha egészséges lesz, mert most már azért tényleg az vagy lassan, visszatérni a futballba, szívesen lenni edző valahol, el tudnád vállalni, vagy mit tudnál vállalni ezzel? Hát az az igazság, egy kicsit az álmaimat félredobtam. Én is úgy kezdtem az edzőségbe, hogy megváltom a világot, néhány csapatot föl is tudtam jutatni. Voltam még egy két osztályjal följebb, a Komáromot például, de az utóbbi időben már kicsit úgy lemondtam ugye az álmaimról. Nem tudom megváltani a világot valahogy a magyar futballon nem tudok segíteni én sem. Olyan nagyon komplex ez. Ami fáj nekem a magyar futballal kapcsolatban, vehetünk bármilyen sportiskolát vagy akadémiát. Régen a grundok jobb játékosokat neveltek, mint most az összes akadémiai sportiskola egybe. És ez valahogy ez nem gömbölyű. És te milyen voltál, mint fiatal labdarúgó? Most őszintén mennyire volt jó, mennyire volt lelkes, vagy éppen mennyire kereste a kibúvót, hogy lazítson, hát, hogy ne izzadjon meg edzésen? Nekem kéne válaszolnom, azért hozzá kell tenni, hogy 17 éves korunkban találkoztunk először, 16 évesen az ifjúsági válogatottba, ahol azért inkább a Józsiról én mondanék véleményt, azért mindig egy olyan ember volt, aki csupa szív, csupa lélek ember volt. Tehát ezt el kell ismerni. Abszolút profi volt. Azért nem véletlen, hogy olyan korán, hány évesen kerültél NB1-be Salgótarjánba? Te nagyon korán bekerültél. Salgótarjánra NB2-t nyertünk. Igen. És Újpestre nyertünk 78-79-es bajnokságot rögtön NB1-be.
de felnőtt korban, tehát nagyon korán felnőtt csapatban játszottam. 18, 17 évesen sem voltam. Még így éltem is nagyon. Én Újpesten az IFI-be kellett játszanom, IFI válogatott, akkor Józsi már felnőttbe játszott, mindenki ismerte alapjába véve, de tényleg az az ember volt, aki tudta, hogy mit kell játszani, és ráadásul, amit el kell ismerni, nem az, hogy most nagyon dicsérni akarom, de az ő magasságához, testalkatához képest, hogy nagyon technikás játékos volt. Nagyon technikás volt. Sokat gyakoroltad, vagy ez úgy jött, úgy egyszer benne volt a véredbe? Nem is tudtunk mi erről. Mi Nagybátonyban lementünk a grundra, püföltük a labdát, de ha éppen hó volt, akkor síeltünk, szánkoztunk, mindig sportolt, mindig csináltunk valamit, nagyon aktívak voltunk, lábteniszeztünk, feljátékot játszottunk, a mai gyerekek szinte nem is ismerik ezeket a játékokat. Jó, de hát a maiaknak már szegények már szinte már 9 éves korban már tolódniuk kell edzésen, és ezt gyakorolják, ahelyett, hogy hát igen, meg egy kicsit elvesznek a koordinációban, annyi koordinációban, hogy hihetetlen, erre mondta régen a doktor úr, hogy hát szép a koordináció, de ki fog itt gólt rúgni? Kell a koordináció természetesen a fiataloknak, de a felnőtteknél azt mondom, talán csak a bemelegítést képezheti, nem a fő részeket a koordináció. Lassan elveszünk a sok labda nélküli, meg labdás koordinációba. Igen. Rengeteg passz kitéve, bólyák, elmarad a magyar kreativitás, kiveszett. Régen másképpen edzettetek? Más volt minden? Más volt minden, de hát Matyival beszéltünk mi ezekről az edzésekről, hogy... Na, meséltek, milyen voltak hát, ezek az edzések? Na. Nem túl kemények, hogy így mondjam, de olyan alappal rendelkeztünk, emlékszel, kimentünk a strandra, és még 5 órát püföltük a labdát, és lábtenisz, és a dühöngőbe, és a És így akaratlanul siszolódott minden. De így van, és ez így összerakod, akkor így volt az egy nagy egész. Értem, aha. Nekünk a fő rész nem is az edzések adták az egyesületbe, hanem így azon van. Kívül még napi 3-4-5 órát lenyomtunk. Így van. És presztízt csináltunk belőle, győzelemé megvesztünk egyszerűen. Pályán is? Hát persze, borzasztóan fájt a vereség, de nem csak a pályán. Ha egy lábteniszbe kikaptunk, hát bele tudtam pusztulni. Mi az, hogy kikaptunk? Épp előtt eszembe, csak részben vágig ide, ugye az Újpest szégyen szemre kikapott Békés Csabán 1-0-ra, és az Újpest vezetőedzőjének is legjobban az fájt, hogy a Békés Csaba akarta a győzelmet, az Újpest nem akarta a győzelmet. Legalábbis neki így tűnt a pályán, hogy a Békés Csaba jobban akarja a győzelmet, mint az Újpest, és ő még egyszer ilyen nem akar látni a pályán. Ezért kérdeztem, hogy... Igen, voltam én is Békés Csabán, mint ellenőr kupamérkőzésén, és láttam, hogy a Csaba, ez a tavaszi Békés Csaba, ez most sokkal jobb, mint az ősz. Jó, csak milyen az, hogy az Újpestek től jobban akarják a győzelmet, mint egy újpesti csapat? Hú, hát, Matyi... Hát, miért a válasz? Mondj valamit. Egyszerű a válasz. Nem csak az, hogy jobban akarják a győzelmet, hanem ez mindig egy olyan dolog, amikor, most ha beszélünk a mikorunkról, amikor idegenben mentünk játszani ellenünk, ki nem akart nyerni. Mindenki nyerni akart, és mindenki teljesen motivált. De ez tehát, nem volt nektek ez negatív, ugye? Na, nem, csak ezt hozzá kell tenni, hogy talán mi nem is voltunk annyira motiváltak. Jó, csak a Fradi ezzel védekezik, hogy mondná, hogy mindenki őket akarja megverni, mindenki ők ellenük szívja fel magukat, és ezért van az, hogy most botladoznak. Igen. A különbség az volt nálunk, az én érzésem szerint, tehát ezt megmondhatjuk, hogy minket is mindenki meg akart verni, csak a különbség az volt, hogy mi jobbak voltunk. Jobban játszott, ezt elfelejtik az emberek, tehát erről is beszélni kell. De azért volt egy-két veleghely, ahova nem szívesen mentünk, például bányásznapkor elmenni mondjuk Tatabányára, ahol 10 000 tökrészeg néző előtt, a játékvezetés olyan, amilyen, hát nem szerették, hogyha te bányásznapon nyersz, mondjuk Tatabányán, vagy Csalgótarjánban nyersz. Ja. Vagy a kettős rangadó mondjuk 60 000 néző előtt nem nagyon szerették a Ferencváros szurkolók, hogyha így bele is szaladtunk egy hetesbe. Volt egy-két szép győzelem, de egy-két katasztrofális bukás is volt. Hány bukásban voltál benne, mint védő? Mindenben. 5-0 kikaptunk az Üllői úton, 7-1 a stadionban, de volt 3-0. De úgy érzed, hogy benne, hogy amikor nagyon rosszul mennek a játék, amikor úgy érzed, hogy te nagyban hozzájárultál ahhoz, hogy most ne legyen. Egyszer kikaptunk 1-0 a Ferencvárostól, és én csináltam a 11-est, azzal kaptunk ki. 1-0, arra emlékszem. Jó, hát egy 1-0-as vereség az nem vereség. Vagyis a vereség, de hát az egy én olyan... Én csináltam a 11-est, nem. 11-es volt a játékvezető, még arra is emlékszem. Amúgy féltek vert találkozni a ellenfél játékosai? Nem, milyen volt a vereség? Nem voltam sportszerűtlen, én, ahogy Matyi mondta, én a labdával szerettem. Jó, csak magas, erős játékos voltál. Nézd, abban az időben a magyar válogatott védősorát,
Hát ilyen emberek alkották. Rót, Garaba, Nagy Anti, jó magam egy ilyen belső négyes, és ez úgy kellett is. Éreztem, hogy a támadók már elém csak úgy beesnek. Az, ami engem egy kicsit meglept tényleg, hogy a Kardos Józsira mindenki úgy emlékszik, tehát mondjuk én sajnos 82-t a Józsit nem láttam el, hogy elhagytam az országot, de a Józsira mindenki úgy emlékszik, hogy erős, meg belemegy. És a Kardos Józsit, ahogy én ismertem, például senki nem beszél, hogy milyen technikás volt. Hihetetlen technikás játékos volt a Józsi. Tehát hozzá kell tennem, hogy itt ugye beszélünk, hogy törő, fazék, meg mindenki milyen hihetetlen technikával rendelkezett, hát hozzá kell tennem, hogy ő se volt lemaradva. Uh-huh. És erről nem beszél senki. A magyar válogatottban egyedül én kaptam olyan szabad kezet, hogy azt játszottam, amit akartam. Ezt képzeljétek el, elkezdtem a mérkőzést, mint középső védő, és ha megnézel egy mérkőzést, bal szélen játszottam, előre mentem, centerbe, vagy jobb szél, beadtam a labdát, azt játszottam, amit akartam, mert a Nagy Anti abban a pillanatban visszahúzódott a helyemre. És meg volt oldva minden. Kijöttem középpályára, aztán váltottam vissza, azt csináltam, amit akartam. Mezei György annyi, olyan szabad kezet adott, de csak egyedül nekem. De ha jól tudom, a szabad kézőt eszembe, bocsánat és elnézést, a süteménnyel kapcsolatban nem kaptál szabad kezet. És emiatt viszont volt egy-két szúrósabb. Hát látod, most se vagyok valami nagy szálvékony. Nem nézték mindig jó szemmel Gyuri bácsiék sem, ha jól tudom. Hát sokat veszekedtünk emiatt. Itt nem kaptál szabad kezet minden nem. esetre, hogy... Ezek az állandó súlyméréseket, ez, tudod, mekkora cirkusz volt ez? Ez hihetetlen, hát engem állandóan mértek, kitaláltam mindent, tudod, hogy becsapjam az edzőket. Csak egy példát hagyd mondjak, nagy állványos, fehér mérlegünk volt. Azt akarom mondani, hogy a Józsi alapjában mérlegszerelőnek is elmehetett volna. Ez kérlek szépen is. Már nem tudtam mit csinálni súlymérésre, és papírral telepakoltam az egyik oldalát a mérlegnek, és ha odaálltunk, akkor 4-5 kilóval kevesebb. Ha úgy középre álltam, vagy jobbra, akkor mutatta a frankot. Csak nem tudtam, hogy Temesvári is megmérte magát, és 88 kiló volt. Másnap súlymérés, föláll a mérlegre, 83. Azt mondja, Kard, látod, este egy kis pirítós, egy kis teja, és 5 kilót fagytam. Hát de mindig volt a csapatban Hát egy vamzer, aki földobott minket. Volt egy beset, hát tudod, figyelj, rendőrcsapat voltunk, besúgó mindig volt. Hát emlékszel, ha kimentünk külföldre, mindig volt egy kukkos. Úgy neveztük, hogy kukkos, egy elhárítós tiszt. Aki azt nézte, kivel... Közületek? Játékosok közül? Nem, jött egy külön. Elhárítástól egy valaki, egy belső ember. És akkor mindig írta, hogy kivel beszéltél, mit vásároltál, egy kukkot nézett. Jó, de hát az jó, hogyha idegen csapódik hozzátok, akkor lehet tudni, hogy az miért van ott, nem? Tehát lehetett tudni. Azt tudtuk, tehát persze. Ilyen szempontból jobb, mint hogyha most a játékosok közül lett volna valaki erre megkérve, nem? Mert akkor az rosszabb lett volna. Jaj, hát ki is nyírtuk, figyelj. Hát betettük, akkor volt, hogy $200 lehet kapni az a táska, magnó, meg ilyenek benne, rádió, magnó, meg lemezjátszó, $200 volt, Panamán vettük, és szépen betoltuk az ágy alá. És jött a kukkos elvtárs, meg lett itatva, aztán föl lettek tenni téve kérdések, hogy mi van az ezredessel, és akkor azt pedig mondta, hát az egy állat, egy balom, meg mit tudom én. És akkor le lehet játszva neki, úgyhogy elhalkult utána. Más, a kukkos azt hiszem, hogy a Rotyi csinálta, nem a Rotterdam csinálta. Így van, így van. Ádám. Üdvözöljük őt is különben, hogyha nézem is, ezt ő csinálta. Hát ez egy nagy show volt. Úgyhogy voltak ilyen dolgok. Hát az Ámbos annyit minden évben előléptették, mert tudod, 9-szeres magyar bajnok. És mindig ők rendőrtiszti kitüntetést kaptak, igen, ám csak mindig megvert egy rendőrt, és utána lefokozták. Úgyhogy minden évben ilyen közlegény maradt. Igen. A többiek, már Beneferi, Fazék, ezek már őrnagy, meg nem is tudom milyen rangban voltak. Az lenne a kérdésem, Józsi, hogy Mezei Györgye, te hogy jöttél ki? Hát, nagyon szerettem a Gyuri bácsit. Most már olyan a viszonyunk, hogy találkozunk úgy 5 évente, meg Józsi, mi van veled? Mire válaszolnék, már nincs ott. Nem tudom, megsértődött ránk. De miért? Ezt én is fel akarom mindig neki tenni ezt a kérdést, mert tulajdonképpen azt csináltuk, amit ő mondott, azt az edzésmunkát végeztük, amit ő mondott. Nem ittünk, nem dohányoztunk, mindenki a súly alatt volt, vékonyak voltunk. 2 hónapon keresztül, amit ő elképzelt, mindent megvalósítottunk. Még a legnagyobb hülyeségeket is, mert voltam bőven. Egy ágyas szobák elzárva, a hóba edzettünk, ott készültünk a hóba 2000 méteren, utána kimentünk a 40 fokba. Szóval a butaságok egész sora volt, de minden szó nélkül. Mert ő azt mondta,
És akkor mégis ő van megsértődve rátok? Hát a Gyuri bácsi, én nem akarom így, mert hát nincs itt, nem tudja megvédeni magát. De azért elmondanám, hogy elfelejtette például a közvélemény tájékoztatni, hogy mi volt Mexikóban. Na most én a mai napig elmegyek bárhová. A első kérdés az embereknek, hogy mi volt Mexikóban. Mindig? Hát persze, meg hogy eladtuk a meccset a szovjeteknek. Hát a szovjeteknek. Ha adtunk is volna meccset, soha nem volt ilyen válogatottna. Hát a pont a szovjeteknek. Igen. Hát úgy utáltak őket, hogy megszállottak. Ez valami gyalázat volt. Hát kézes algótárjánál megnyerjük a bajnokságot, bejön az elnök és azt mondja, gyerekek, megvan a prémium. De kaptok még egy utalomutat, hova? A Szovjetunió. És az öregek, tudod, rutinosság, rögtön begipszeltették a lábukat, tudod, megbotott a lépcsőn, anyós, meg mind meghalt, minden volt, érte. De nekünk a fiataloknak menni kellett. Hát persze, Szovjetunióban mentünk. De hogyha őszinte vagy szakmailag, szerinted milyen edző volt? Ő volt a legjobb. Olyan nagyfokú sértődöttséggel dolgozik viszont, hogy semmiféle kritikát, józan kritikát sem fogad el. Józsi, 33-szoros válogatottságnál megálltál. Ez kevés, miért csak nagyon ennyi? Kevés. Kérdésem épp ezért az, hogy miért csak ennyi? 9 év alatt ennyi. Hát csináltam egy jó pár butaságot. Na, mesélj. Hát például én már 20 évesen válogatott voltam Mészői Kámlánál, és akkor kihívtak lábteniszre. Tatán. Pásztor Józsival voltam, persze nagyon megvertük őket, Mezőjéket, Mészőjét. És akkor Kálmán már mondta, egyik leütésem után, hogy kim volt a labda, hát mondta, Kálmán, hát az benn volt, hogy neki álltam én vitatkozni a Kálmánban. Tudom, mi lett a vége, tehát takony meg a mi időnkben, meg mit tudom én. Képzeld el, ment a Spanyolországba a csapat a VB-re, engem meg kihagyott. Akkor sok válogatottságot elvesztettem a győri átigazolással, 84-ben oda akartam menni, volt néhányszor sérülés. Akkor emlékeztek, 86 után két havonta váltották a kapitányokat. Már azt se tudtuk, hogy ki a kapitány. Garami József, Verebes, megint a Mezei, Bálint Laci, Bicskei Berci. 7 kapitány volt valami 2 éve. Nem tudtam, hogy egyik beválogatott, a másik nem. Egyébként Bálint Lacival most találkoztam a kórházban, őt is szívvel műtötték néhány hónapja. Ott, ahol engem a Haller utcában. Akkor egészséges ez az élsport, nem? Élsport. Hát figyelj, élsportra nem panaszkodhatok, csak a térdeim. Én elcigarettáztam az ereimet. Én ez óriási hibát követtem el, ezt nagyon-nagyon megbántam. Mert nézd, én az éjszakában nem jártam, velem ilyen szempontból nem volt gond, viszont a cigarettát, az hihetetlen. Ezért mondom, mikor kérdezik, hogy profi voltál-e. Hát a pályán az voltam, de a pályán kívül nem. Most akkor hát, ezt igen. Hogy lehet? Akkor mi voltam? Én akkor még nem kérték számon tőletek, hogy pályán kívül hogy értek? Hát nem tudták ezt ellenőrizni. Nem. Meg nem is foglalkoztak. Nem is foglalkoztak. Csak valami olyat hallottak, ami tényleg valami. Szóval akkor szemben. Van benned hiányérzet, ami a pályafutásodat. Hát 9 év alatt 33 válogatottság. Hát az borzasztó. Hát a Garabai, mivel akivel együtt futottunk, hát ő meg 82-szeres lett. Hát ez borzasztó. Nekem nagyon sokat össze kellett volna szedni. Viszont ebben nekem lenne egy kérdésem, hogy jó, mondjuk az a karrierben, fociban nem úgy sikerült, hogy te szeretted volna. Viszont utána edző akartál lenni. Azért megtettél, nem tudtam mihez kezdeni, Matyi. De hogy csináltad, mint edző? Tehát azért, mert úgy érzem, most úgy itt ülsz, és ugye edzőnek is többre kellett volna vinned azért, nem? Ti nem is tudjátok, hogy én már 38 évesen NB1-ben voltam edző, ugye? Nem, hát én nem éltem itthon, én nem tudom. Szombathelynek az edzője voltam. Hanem Komáromban nyertem bajnokságot, és akkor elvittek engem. Csak hát pont akkor voltam így az asszony a vállófélben, meg minden is. Nem tudtam 100%-ig oda tenni magam, és lemondtam. Egy hét után lemondtam a vezetőedzői posztról. Pedig én azért 8 évig dolgoztam nagyon keményen. Elvégeztem az iskolákat, B-licensz, A-licensz, TFN, a szakedzői dip, mindent megcsináltam, ami akkor volt. Igen, igen. Pro még nem volt akkor. Igen. És úgyhogy megkaptam a lehetőséget, szavam nem lehet. Visszaadtam a lehetőséget, és tudtam, hogy pedig többet nem lesz, és nem is lett. Magánélet? Ennyire befolyásolta ezt a sport? Az edzői, tudod, az edzői poszt olyan, hogy ha nem tudod magad 100%-ig oda tenni, a játékosod megérzi. És ahogy megérzi a játékosod egy gyengeségedet, akkor már nem vagy olyan. Égni kell, 100%-on égni kell az edzőnek. Most mindegy, hogy NB3-ban van, vagy NB1-ben van. Az, hogy ott üldögélni és nézni ki a szemedből, az szerintem nem. Hányszor fordul ez veled elő, hogy ülsz, üldögélsz, és a múlton rágódsz? Nem rágódok a múlton. Nem. Á, dehogy. Nem? Nem.
Előre nézel? Így van, még mindig előre, így van, így van. Most is a Nagy Antékkal voltam hétvégén, fölevenítettünk nagyon-nagyon jó kis régi sztorikat, nagyon sokat nevettünk. Látod, jó, csak tudod, a barátaim azért látod, itt vannak, igen, és ez nagyon az fontos. Az lenne, ha a jelenben és a jövőben is lennének jó sztorik. Mm-hmm. Tudsz ebben neki segíteni valamit? Én nagyon-nagyon reménykedek benne, mert tényleg, most nem akarom reklámozni az Ute baráti kört, de tényleg ezért is alakultunk. Tehát a régi játékosainkat is valahogy vigyük oda, tehát vigyük a nyilvánosságra, próbáljuk meg rábeszélni őket, hogy gondolkodjanak pozitívan, és próbáljanak meg segíteni egy jó magyar focit csinálni benne. És ez nagyon jó lenne. Tehát itt van a Nagy Anti is, az Anti szintén úgy van, hogy nem akar a focival foglalkozni. Mesélj egy esetet nekem, te jobban tudod, mert nagyon jó barátok vagytok az Antival, hogy nem engedik be a Honvéd pályára, vagy valami ilyesmi, mesét hallottam valami, tehát hát ugye elképesztő dolgok ezek, egy Nagy Antit nem. Ez már mehet az Újpest pályára, ugye? Beengednek téged. Nem tudom. Na, az... Ki volt Görös Titit, nem engedték be, vagy ki volt? Igen. Jokkács engedték be. Jokkács engedték be, Tóth Józsicsa. Tóth Józsicsa. Igen, igen, igen. Hát ugye azt se tudták, hogy akik ott volt, hát most ugye a Storkot se engedték be. Ja, Storkot. Az Újpestre. Valahogy az... Kimész még az Újpest meccsre? Most voltam a Matyival és Őze Istvánnal egy ilyen utebaráti kör beszélgetésen, és én is azt kértem tőlük, hogyha lehetne, de tudom, hogy az Ute és az Ute, az Újpest FC Kft. Kettő. Ez más. Ez igen. Két dolog, igen. Nekem is ez volt a kérdésem. Olyan jó lenne, hogy a kérésem, hogy összejönnénk öreg fiúk, csak egy szendvicset, egy kólát meginnánk, és beszélgetnénk, és ez annyira jó összekovácsolódni megint egy jó közösségnek. Annyira jó lenne. Szana szét mindenki. Ez borzasztó. Ez máshol pedig azért megvan. Most már kezd azért, itt is. Hát ezen dolgozunk. Hát Matyi, sokat tettetek ért, azt tudom. Hát azért kellettek ti is, sokat Józsi. Tehát erre van szükség. Józsi, túl vagy egy drámai életveszélyes helyzeten, ugye szívműtétre gondolunk, itt túl vagy, felépültél. Hogy érzed röviden, hogy érzed, elkezdted egy új életet? Életmódváltást nem kellett végrehajtani, mert nem dohányzom 3 éve. Mm-hmm. Hát sörözőkben meg már nem járok, vagy 5 éve. Uh-huh. Annyi életmódváltozás kéne, hogy le kéne egy kicsit fogyni, viszont ezt mozgás nélkül én nem tudom. Uh-huh. Mozogni meg nem nagyon tudok, mert azért itt fáj, ott fáj, ott fáj. Szóval itt egy kis ellentmondás van. Értem. Bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk veletek, pályán is, ott leszel egyre több meccsen, halljuk a hangodat, a véleményedet, és ha jól tudom, akkor a Matyinak van valami meglepetése. Igen, hát a meglepetésünk az lenne, én azt hiszem, hogy Józsinak már egyszer említettem, hogy ugye nagyon szeretnék, hogy az Ute baráti körbe belépnél, és most hoztam magammal a tagsági kártyádat is, és a belépési nyilatkozatot is, amit más nem kell tenned, hogy aláírod, és a kártyát megkapod tőlünk, és akkor mondhatjuk azt, hogy üdvözlünk a baráti kör között. Nagy örömmel jövök. Akkor szeretnék, ha most akkor... Igen, természetesen. Alá is. Ilyen nagyon már... köszönöm. Bocsánat, Józsikám, egy aláírás kapunk itt tőled. Igen. És akkor így... Sokat ér ez az aláírás most? Hát, valamikor többet ért. Józsikám, ezt is bemutatjuk régen. Itt talán. Régen még a csajok még támadtak ezért, ugye, egy aláírásért? Csak az ügyvédelmi jelenlétében vagyok hajlandó. Régen a csajok... Figyelj, nem is kellett csajozni, kijöttek a lányok a pályára. Ja. Annyira egyszerű volt a dolog. De hát ezek az idők elmúltak, tudod. Hát igen, most már más. Lehet, hogy a játékosok nem akarják a lányokat. Igen. Mást akarnak. Más idők vannak, igen. De mert azért nagyon örülnénk, hogyha tényleg Józsikán még a futballban látnánk. És hagyd tegyek fel még egy kérdést. Illetve 2 kérdést. Jó. Ezt feltettem? Nyugodtan. Első kérdésem, véleményed szerint azok az edzők, akikkel dolgoztál, milyen rangsor tudnám az első 3 edző? Ezt nagyon sokan kértek, hogy kérdezzenek meg téged ezzel kapcsolatban. Mezei Györgyöt tenném az érre, a szakmai felkészültsége szenzációs. Második lenne Verebes József, a kettőből lehetne egy eszméletlen jó edző. Igen, nem tudom, igen, igen, persze. Hát a cigaretta neki is nem tett jót, hogy így mondjam. 50 évig szívta, azt hiszem. Olyan szuggesztív jelenség volt a Józsi bácsi, hogy hihetetlen. Azért, ha visszaemlékeztek, mikor nyert egy Győrbe bajnoki címeket, azért olyan játékosokkal, részben olyan játékosokkal is meg tudta nyerni, akik ő máshol már lemondtak. Ez nagyon érdekes. Összerakott egy olyan csapatot, 5 évig csak érmesek voltak, utána eljött az MTK-ba szintén. Őt tenném a második helyre,
harmadik helyre. Hát, Matyi, nem könnyű. Eredményességbe Várhi Dibali bácsi tenném, mert azt hiszem Magyarország legeredményesebb edzője. És mégiscsak lilafehér. Úgyhogy... Legyen a Pali bácsi. A véred is még lilafehér, ugye? Továbbra is. Hát, mit mondtak a kórházban? Újra lilafehér. Sokáig nem is ismertek. Hát nem reklámozom én ezt. Nem reklámoztam, hogy nem is ismertek. A főorvos úr is úgy műtött meg a Székely László, hogy azt se tudta, hogy ki vagyok, meg mi. És akkor lenne az utolsó kérdés. Utolsó. Ez az a bizonyos 0-6 Szovjetunió ellen. Itt mindenki azt mondja, hogy eladtátok a meccset, meg ilyen butaságokról beszélnek. Okay. Ott volt-e. Ez a meccs nem lett eladva. Nekem lenne egy kérdésem. Az hogy lehet, hogy minden... Én akkor Németországban éltem és tévében néztem, hogy minden egyes játékos abszolút nem tudott semmit teljesíteni. Ott valami nem stimmel. Én egyszer azt mondtam, hogy ott lehet, hogy ezeknek valamit beadtak direkt az oroszok, szovjetek. Tehát mitől mozdultatok lassan? Miért volt? Fáradtatok? Garabaimi ugyanezt mondta. Nem mert létezik, hogy nem tettek ott... valamit az ételünkbe, mert olyan nincs, mert van olyan, hogy 2-3-4 ember alul teljesít. Igen. De jó, hogy már bemelegítésnél, a Garabával melegítettem én majdnem mindig párba. Uh-huh. És passzolgattunk, mentünk, csináltuk. Mondja nekem az e-mail, hogy Kardasz, hogy menni nem tudok. Meg meccs közben azt mondja, ilyen hómezőket látok, ilyen fehéreket. Akkor az egyik gólnál föl akart állni, és nem tudott fölkelni. Akkor Dajka Laci, képzeld, a hátra futott 30-40 métert, és bevágta a saját kapunkba labdát. Külsővel, a kapufáról ment be a labdát. Meg volt mindenki zavarodva. Nem az, hogy elfáradtunk. Nem. Úgy mentünk fel a pályára, hogy nulla erőnk volt. Nulla? Hát hihetetlen. Ilyet még nem is láttam. És ezt fotbalista szemmel ez így is lehetett látni. Igen. Ha futottam sajnos egy 30 métert, utána imádkoztam, hogy nehogy kelljen még egyszer 30 métert futni, mert ott halok meg, ahol vagyok. Sajnos időnk lejárt. Ezt én is szoktam mondani. Remélem, a időtök még úgy nem járt, ne? És még fogunk még itt találkozni a stúdióban. Hát bízunk benne, hogy nem kell többet bemenned a kórházba. Jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm meghívást. További sportosat. A Dínosport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft. Manapság egy like, egy megosztás, vagy egy hashtag emberek sorsáról dönthet. De mi a helyzet adód 1%-ával? Csak lájkolsz, majd cselekszel is. Mi hisszük, hogy együtt tudunk nagyot tenni. Ezért mi támogatjuk az Afrikai Magyar Egyesületet, hogy élhetőbb világot teremtsünk a rászorulóknak. Lájkolj és segíts te is az afrikai gyerekeket. A lézer folytatja diadalútját az egészségmegőrzés területén. Legújabban egy olyan készülékkel ismerkedhetünk meg, melynek dupla lézere minden eddiginél hatékonyabb, egészségmegőrző, állapotjavító be.